ünnepi hangulatban telt a hétfő délután a DSR Röplabda Akadémia számára. Az évzáró vacsorát több támogató, intézményvezető, a Dunafel Sport Egyesület elnökségi tagjai tisztelték meg, akik mellett ott voltak az akadémia vezetői, edzői és játékosai is. Vass Zoltán az akadémia elnökének köszöntője után az edzők beszámolói alapján értékelték az év sikereit, a fejlődési szakaszokat és felvázolták a jövő célkitűzéseit. A 2017-ben létrehozott akadémia első szezonja a fejlődés éve volt, hiszen a kezdeti 174 gyermek létszám mostanra 328-ra bővült. Én azt gondolom, hogy a sok szakembernek és az iskolákkal való jó kapcsolatoknak köszönhetően tudtunk duplázni. Ugye ez a szám ez azt jelenti, hogy sokan találkoznak a röplabdával, iskolai szinten és sport szinten is, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így alakul az egész építkezésünk, és remélem, hogy ezt tudjuk tartani. Nem ilyen ütemben ugyan, de bízom benne, hogy szép lassan, lépésről lépésre ott leszünk. A gyerekek a különböző korosztályok fejlődését kiváló edzők is segítik. A rengeteg munka pedig meghozta gyümölcsét is, ugyanis sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek az akadémia röplabdásai. Rengeteg tornára, rengeteg versenyre jártak. Személy szerint az enyémeknek talán 2 vagy 3 olyan szabad hétvégéjük volt, ami úgymond a családdal töltött időszak volt. És ebből hála jó Istennek sikerült az eredmény évvégére, diákolimpiai bronzérem, rengeteg kvalifikációs versenyt nyertünk meg, ugyanúgy, mint a kollégáim is, ők is fejlődtek, rengeteg eredmény, első, második, harmadik helyek, ugye a serdülő bajnokságot is sikerült megnyernünk, majdnem, hogy mondhatom azt, hogy torony magasan. Úgyhogy szépen bővül az akadémiánk, aminek nagyon-nagyon örülök. Mint az elhangzott, a DSR Röplabda Akadémia büszke arra, hogy jelenleg Magyarországon az egyik legeredményesebb utánpótlás nevelő szakosztályá vált. Ennek elismeréséül a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt kategóriájú szakosztályai közé sorolja a Dunajvárosi Módszert. Az évzáron díjátadásra is sor került. Elsőként az U17-es bajnokcsapatot jutalmazták, majd az edzők és a szakosztályvezetés által megválasztották az év legjobb játékosait a különböző korosztályokban. Így az U17-es Iván Gergő, az U19-eseknél Tomanóci Bálint, az U21-eseknél Móró Ákos, a felnőtteknél Hatvani Zsolt kapta az elismerést. Az év edzőjének Kövesi Balást választották, az egész éves munkáját és támogatását megköszönve díjat kapott még Engyel László és Vass Zoltán is.